Szemétszedés. A Joskarol alakú telepen szervezték meg az önkéntes akciót, 15 zsák hulladékot gyűjtöttek. Játszóház. Hetet hét országban kalandozhattak, koncert és előadás várta a gyerekeket az Agora teraszon. Méhésznap. Szakmai előadásokat hallgathattak a résztvevők, Sági Mihály tiszteletére szobrot avattak. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Az elmúlt évek hasonló akcióiban összegyűlt szemét mennyiségéhez képest fele annyi hulladékot szedtek fel az önkéntesek a Joskarola lakótelepen. Az eseményt a Vigyázzunk Együtt Szombathelyre program keretében szervezték meg. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően a távolságtartás szabályait azokat tartsuk be. Ezzel a felhívással indult a hétvégi szemétszedés a Joskarolán. A városrész képviselője kesztyűket, zsákokat osztott szét, majd két csoportra osztották a résztvevőket, így hatékonyabban haladtak a munkával. Ezen a környéken 5 éve még 30-40 zsáknyi szemetet találtak. A tapasztalat azt mutatja, mára javult a helyzet. Most az utóbbi időkben szerintem nagyon jó a helyzet, ilyen 10-15 zsák szemetet tudunk összeszedni. Ami meglepő szerintem, hogy mindent találunk, tehát a pár zokniktól kezdve, a nadrágon, az ingen keresztül, most ugye a maszkok, illetve a kesztyűk időszakát éljük, de volt már, hogy kidobott nagyobb dolgokat is találtunk, például heverő ágymatrac. Ilyen ezúttal is akadt a hulladék között. A szemétszedési akcióban önkormányzati képviselők és civil szervezetek tagjai is részt vettek. A Szent Márton plébánia cserkész csapatának ugyan nem ez a hivatalos körzete, mégis részt vettek az akcióban. Ide szoktunk járni a kutyafuttatóra például métázni, tehát nagyon sok dolgot csinálunk itt a lakótelepen, és hát a cserkészet alapja az a természet szeretet és a környezet tisztasága. Úgyhogy most mivel ráértünk, volt időnk, ezért jöttünk el. Már 6. alkalommal szerveztek a Joskarolán ilyen megmozdulást. Nagyon fontos a közösségépítésnek az ereje, hiszen ezekből a úgymond összejövetelekből mindig nagyon jó barátságok, nagyon jó kis beszélgetések szoktak születni, tehát mindig így délelőtt reggel elkezdjük ezeket a csodás kis rendezvényeket, és van, hogy délután 5 óra mire hazakeveredünk, hiszen nagyon sok jó fejembert ismerünk meg, akinek egyforma gondolkodása. A szemétszedést a Vigyázzunk Együtt Szombathelyre akció keretében hívták össze. Legközelebb a 11-es Huszárút és a Lovas utca között lesz hasonló megmozdulás. Ide pénteken 9:30 és 11 között várják az önkénteseket. A találkozás a Féhely épülete előtt lesz. Csaknem 100 résztvevője volt annak a prevenciós délutánnak, amelyet a Szombathelyi Egészségfejlesztési Iroda szervezett. Az eseményen az ételkóstoló és a testösszetételmérés volt a legnépszerűbb szűrőállomás. A masszőr kezem meg sem állhatott nyitástól egészen estig. A váll- és hátmasszázsra szinte mindenki igényt tartott a rendezvényen. A masszázs az egészséges életmódhoz ma már elengedhetetlen, úgy gondolom, a testmozgás sem. Nagyon sokan, egyre többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást is, hiszen az egészséghez hozzá tartozik. Nagyon sokan érzik, hogy a válluk, a hátuk bekötött. Így érzett Betty is, aki az elmúlt hónapokat nagyon megterhelőnek érezte. A tavasz eléggé stresszesre sikerült, úgy gondolom mindenkinek, és ezért gondoltam, hogy most eljövök megnézni, hogy a testem milyen állapotban van. Test zsírösszetételen voltam, csontritkuláson voltam, akkor ugye kielemezték az eredményeket, sőt önszorgalomból még a mesterséges lélegeztetést is megmutatták, és itt kóstoltam nagyon finom egészséges élelmiszereket is. Az egészségfejlesztési iroda a prevenciós egészség délutánt tavaszra tervezte, de a járványhelyzet miatt csak most tudta megvalósítani. Népszerű programerem volt a kóstoló is. Az összeset kipróbáltam már, és a chia puding a kedvencem. Ez, mert olyan íze van, mint hogyha nem is egészséges, lenne, pedig nagyon az. És nagyon finom, és ez körülbelül minden gyereknek ízlik, mert olyan, mint a vanília puding, csak kis magok vannak benne. Aki a helyszíneket végigjárta, megismerkedhetett az iroda tevékenységével is.
A szabadtérben van lelki egészség tanácsadásra, tesztek formájában lehetőség, egészséges étel, kóstoló tanácsadásra, receptmegosztásokkal, a gyermekek számára mozgásos lehetőség ugrálóvárral, illetve a lelki egészségük megőrzésére egy bábszínházi előadás lesz, ami egy konfliktusokról fog szólni, és az épületen belül pedig prevenciós szűréseken vehetnek részt. Dietetikai tanácsadás, csontsűrűség és testösszetételmérés is zajlott. Akkor most kellene megfelelni ezt a két kart, úgyhogy a tüvelykörükön részen illeszkedjen. A légzés funkció mérését nem csak dohányosok vették igénybe, bár elsősorban nekik szánták a vizsgálatot. Fújja be! Fújja végig! Az egészségfejlesztési iroda térítésmentes programjairól is érdeklődtek a látogatók, ilyen például a jóga tanfolyam, a gerinctorna, vagy éppen az önismereti tréning. Az Érezd Szombathelyt programsorozat részeként szombaton megnyílt az Agora terasz. Játszóházzal várták a gyerekeket, akik hetet hét országban kalandozhattak, volt koncert és bábszínház is. Most hétvégén ismét lesz gyerekprogram hasonló tematikával. Olaszországban a pizza kemence körül sürgölődhettek a gyerekek, miután összeállt a szalámis sajtos tészta. Hét országban hét feladat állt a kisvándorok előtt. Amerikában aranyat mostak, Oroszországban a matrioska babákat kellett méret szerint sorba rendezni, Kínában nagy falat építeni, Egyiptomban pedig a piramis labirintusában barangolhattak. Csak ki ne ugorjon ez az emberke onnan! Nagyon ügyesek vagytok, mindenkinek jár a pont. Görgetni a golyót, a kengolyót. Csónakot fújtam. Meg a matrioska babá, és anytástam. És melyik volt a kedvenced ezek közül? A pizza, mert apának a kedvence a pizza. A gyerekek tarisznyát és kalapot kaptak, majd nekivágtak a vándorútnak hetet hét országba. Egy-egy jól végzett munka után apró drága követ kaptak jutalmul. Máskor is részt vettünk már a gyerekprogramokon, és mindig nagyon jól érzi magát a Panni, úgyhogy hát szeretjük ezeket nagyon, és ugye ilyenkor a kisbarátokkal is összetalálkozunk, hogy így össze szoktuk szervezni. Az Agora tematikus játszóháza nem először várta a családokat, sokan választották ezt a szombati programot most is. A mozgásos ügyességi játékok szülői segítséggel már két éves kortól játszhatók, és egészen kisiskolás korig szórakoztatóak. A Smalls gyerekzenekar, ők voltak a mai napi fogadó zenekarunk, tulajdonképpen az, hogy legyen egy önfelett, szabadtéren, még amíg az idő engedi, egy jó kis játék a gyerekeknek, szombathelyeknek, vagy akár aki itt tölti még a szabadidejét. Hát ez meg mi volt? A Mesebolt Bábszínháza Batutá című vásári bábjátékot hozta el a gyerekeknek. A darabot Kovács Géza rendezte, 2017-ben mutatták be először, azóta is nagy sikerrel játsszák. Szeptember 12-én szombaton ismét megnyílik az Agora terasz, akkor tűzokádó játszóházzal, valamint a történetek a kutyusról meg a cicusról című bábelőadással várják a családokat. Ebben az évben sem maradt el az Aranypatak Versfesztivál, de kevesebb programmal rendezték meg a Herényiek házában. A közönség az ATV-ből ismert híradós Nemes Anna első regényét ismerhette meg, majd vasi költőkkel találkozhatott. Az Előled című regény főhősét, Esztert, elhagyja a szerelme, nagymamája pedig, akihez a legjobban kötődik, éppen haldoklik. Utazni indul, hogy felejteni tudjon, de egyre többet gondol a gyerekkorára, főként agresszív, a családot félelemben tartó apjára. A bántalmazó szülő mellett felnőtt fiatal lány története Nemes Anna saját élményeiből született, mondta el a szerző a könyvbemutatón. Nagyon sok saját tapasztalatot felhasználtam, és nagyon sok saját fájdalmat kiírt, amilyen szempontból ez egy terápiás írás is. Viszont azt fontos hangsúlyozni, hogy én emiatt a családomra, vagy éppen az édesapámra nem vagyok mérges, hiszen hogyha nem történt volna az, amit én úgy fogalmazok meg magamnak, hogy az édesapám valami miatt úgy érzem, hogy nem tudott engem szeretni. De hogyha ez nem így történt volna, akkor nincsen ez a könyv.
Nemes Anna elmesélte, a sokféle terápiának és az írásnak köszönhetően mára sikerült feldolgoznia, ami vele történt, és most már ahhoz is érez elegendő erőt, hogy másoknak segítsen. Megrendító történetét iskolákba is elviszi, hogy arra bátorítsa a hasonló helyzetben lévő gyerekeket, merjenek beszélni a saját traumájukról. A könyv bemutatót kerekasztal beszélgetés követte. A kortárs költészetről mondták el gondolataikat a résztvevők, de Vecseri László, Tóth Árpád Ferenc, Bognár Alexandra, Nagy Róbert, Pődör György és Németh Zsolt László. Nagyon sok lehetőség van a megjelenésre, főleg az interneten, mégsem könnyű eljutni az olvasóhoz, fogalmazódott meg. Föl kell fejteni, a képeket ki kell bontani. Ezért szoktam, főként a felnőtteknek egy-egy íróvasó találkozón, tehát például a Csendet Holtokat Temetnek Harangoznak című versem kapcsán egy kis műhely munkát adni tulajdonképpen, amikor elmondom, hogy képileg hogyan épül fel a vers. A résztvevők beszéltek arról is, jelenleg éppen mi foglalkoztatja őket. Átfolyatom magamon a valóságot, tehát amik az én verseimben szerepelnek, azok nem mindig önélményből táplálkoznak, viszont próbálom őket olyan formába önteni, hogy hát, hogyha nem is tanulságként, de valamiféle szórakoztató, vagy akár tanulságos dologként szolgálhassanak mások számára. A hallgatóság a vasi költők verseiből is hallhatott ízelítőt, a Kalliope társulat tagjai és a Rózsabors műhely zenészei közreműködésével. Méhész napot szervezett az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szombathelyi szervezete vasárnap a Kámoni Arborétumban. A szakmai találkozáson túl véradásra is várták a résztvevőket, akiknek egy üveg mézzel köszönték meg a segítséget. A hétvégi méhésznapon a megye összes egyesülete helyi szervezete részt vett. A találkozás célja a csapatépítésen túl az új szakmai ismeretek átadása volt. A legtöbb szó a növényvédelem és a méhészet kapcsolatáról esett. Például, hogy elsősorban a klímaváltozás és nem a növényvédőszerek okozzák a méh családok összeomlását. Szűkültek a mélegelők, a nyára sok helyen kiszáradnak. Tehát a virágpor forrás, ami legfontosabb a méhek számára, az beszűkült. A következő kérdés ugye a környezetváltozás következtében újabbnál újabb károsítók jelennek meg. A jó hangulatot a bográcsos főzőverseny is fokozta. A legjobb ízű ételt a sárvári csapat készítette, és ezzel az első helyezést szerezték meg. Gulyást kellett főzni. Ehhez viszont szívvel lélekkel beleadtunk mindent. Csülkös babgulyás volt, és hát 10 perc alatt elfogyott a kondérból az összes mennyiség, pedig közel 20 liter anyagot dolgoztunk fel. A találkozót Sági István, a Kámoni Arborétum alapítójának édesapja emlékére és tiszteletére rendezték a botanikus kertben. A területet azt Sági Mihály vásárolta meg annó földbirtokosként, és ő egy nemzetközileg elismert méhész és méhészeti szakíró volt a maga korában, és mivel 1820-ban született, a születésének a 200. évfordulójára faragtattuk ezt a szobrot és avattuk fel itt a mai nap folyamán. A következő nagy méhész találkozót szeptember 11-12-én Sárváron rendezik. Kikapott az Éllovastól a Haladás Viktória. A szombathelyi lányok 3-0-ás vereséget szenvedtek az MTK-tól a Haladás Sportkomplexumban rendezett bajnokin. A Haladás Viktória FC ezúttal a Rohonczi úti stadionban látta vendégül a lista vezető MTK Hungária együttesét a női NB1-es labdarúgó bajnokság 4. játéknapján. A találkozót esélyeshez méltóan kezdte a fővárosi csapat, igaz, vezető góljukhoz némi szerencse is kellett. A 11. percben Bíró Barbara nagy védést mutatott be Zitzerben, ám a menteni igyekvő Horti a saját kapujába pöckölte a labdát. Szinte rögtön egyenlíthetett volna a Viktória. Kovács Virág került hatalmas helyzetbe, de közelről a kapus és a kapu mellé is passzolta a játékszert. Az 57. percben Németh Adél buktatta az MTK játékosát 16-oson belül, így büntetőhöz jutott a vendégcsapat. A 11-esnél ugyan Bíró érezte az irányt, de Csányi lövésébe csak beleütni tudott, így 2-re növelték előnyüket a vendégek. A 77. percben aztán végleg eldőlt a 3 pont sorsa. Egy jobb oldalról középre adott labdát a mindössze 17 éves Pápai lőtte a Viktória kapujába, amivel beállította a 0-3-as végeredményt. A vereség ellenére a Viktória vezetőedzője elégedetten értékelt. Csak dicsérni tudom őket, mert oda tették magukat, megpróbálták a tudásuk legjavát hozni,
és hát sajnos ilyen pekhes gólokat, amiket össze tudtunk rántani. Nyilván az MTK-nak volt helyzete, de hát ugye egy 11-es, meg egy öngól azért az még nálunk jobb csapatot is megtör. Az ötödik helyen álló Viktória a következő fordulóban a második FTC vendégeként lép pályára. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen is megtekinthetik, híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!